Én 1968-ban jöttem föl Pécsről Budapestre, és akkor szóval a megélhetésem, meg egyáltalán szóval a kommunikációs csatornák keresése miatt a Fiatal Művészek Stúdiójának tagja lettem, és így találkoztam a Galántaival annak idején, tehát ez azért mégiscsak megközelítően pontos, hogy 68-69-ben. Na most ugye a Gyurka volt számomra az az ember, aki igazából a modern művészetet képviselte, szóval a legpregnánsabb és a legrendhagyobb módon, szóval itt Budapesten. Igen, én ezen gondolkodtam, hogy ő volt az egyetlen olyan művész, fiatal művész, aki szóval eltért azoktól a iskolát végzett emberektől, illetve főiskolát végzett emberektől, mint hát a többiek. Tehát én még ideértem még a Baranyai Andrást is, és akik szintén bent dolgoztak a Fiatal Művészek Stúdiójában, de a Gyurka volt a legprogresszívebb abban az időben. És akkor később ugye már ő a 70-es években csinálta a Balatonboglári kápolnát, és akkor engem is meghívott oda kiállítani. Úgyhogy nagyon korán hát kezdődött el ez a művész barátságunk, hogy így fogalmazzam. És akkor szóval a Gyurka fantasztikus ember volt, illetve ember, és hát mint művész is. Szóval egy nagyon aktív lénynek tekinthető, mind a mai napig. Tehát nem csak mint művész volt rettentően aktív, hanem mint szervező is nagyon jó volt. De ugye az idő nem kedvezett se neki, se nekünk, mármint a művészeknek, akik a modern, hogy mondjam, szemléletet képviselték annak idején. De emiatt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen titkos szövetség alakult ki emberek között. Vagy nem is titkos, hanem hát egy igazi szövetség. És a Gyurkának nagyon jó szeme volt a modern művészethez, és a modern művészetet képviselő embereknek a társaságát kereste. Mindenkor Bogláron is ugye az történt, és hát sajnálatos módon ugye őt meghúzolták annak idején rendesen, hogy én időnként, szóval elég sokat voltam Balatonbogláron akkor abban az időben, és hát próbáltam valamiként segíteni is, meg volt, amikor együtt futkároztunk ilyen aljas cikkek miatt Kaposváron, meg különböző helyeken, szóval, hogy megpróbáljuk ellensúlyozni ezeket a magyar sajtóba került mocskolódó véleményeket. Szóval nagyon sok falba ütközött a Gyurka, szóval, és ezeket a falakat ugye idővel legyőzte.